A rasgyár legújabb factory katalógusa, úgy, ahogy a többi is, az ipari stílust képviseli. Itt rögtön egy ilyen betontömbös mintát láthatsz. A hozzáillő egyszínű tapéta javaslattal, azután ha használk a mintába rakott klinkertégla mintákat látsz, és mellette látod a három darab betonos jellegű tapéta javaslatot, illetve itt a nagy minta, az ugye egy ilyen ö, szintén beton, csak van egy kis hosszanti mintája utána ugyanezt egy erősebb szürke színben láthatod, és hogyha tovább lapozol egy közép szürkében van még mindig ugyanez a betonos, illetve itt ehhez adja ezt a tört fehér betonos mintát, itt ezt, egy pici szürke pöttyökkel, alatta van ugye a szürke beton, és egy ilyen vízszintesen rakott tégla minta, Ilyen nagyon világos szürke színben, nézd meg, hogy ilyen szép kis szobát lehet vele kihozni. Itt is még ezt láthatod. A fürdőszobai képet pedig egy olyan beton mintával készítették, aminek egy picit ilyen hosszanti mintája is van. Ez a levél minta egy kicsit oldja egyébként az ipari stílusnak a hidegségét, a keménységét, hiába van ezzel az erős szürke színnel, de, de mégis ugye a levél, a természet az oldja az egészet. Itt baloldalt ez a kararai márvány mintára készült a tapéta, és szintén egy ilyen szép kis levélmotívum van. A következő pedig a faléces mintánk, ez egy 3D hatású, a tekercsem nem így viszintesen van, ugye a minta nyomtatva, hanem hosszanti irányban. Ezek itt a kiegészítő színei, illetve ezt a fekete szabályos téglát is rakhatott hozzá. Nagyon különleges ez az elmosódott tégla minta is. Itt a következő minta balra nagyon-nagyon fénylik. A kertben, nyári napfényben vettem fel ezt a katalógus bemutatót. Valójában sokkal tompábbak a színek. Ez az arany is inkább egy ilyen sötétebb bézses szín. Újra a 3D hatású léc, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Az antracit mint a, levél mintával, ilyen a szoba. A falabéria minta a japán faégetéses technikának a mintáját vette alapul. Szép, kellemes, különleges. Itt megint egy ilyen sötétebb platina mintát látsz. Egy nagyon sötét, szürke, talán fekete is ez egy színűje. Utána ugye egy szürke változat jön a viszintesen rakott téglákból és a kiegészítő színeiből. Megint ez a kararai, ez megint csak nem fénylik ennyire, tehát inkább tompa matnak mondanám, de így sikerült a felvétel. Jó, egy nagyon-nagyon világos szürke következik itt a betonos mintából, ugye, és a javasolt fehér, szürke és drab színű kiegészítők, illetve a vízszintes téglaminta. Ezután egy szép kis barna, sevron mintás tégla. Szintén ezt figyelj majd oda, hogy azok mattabb felületek a lamberia minta nagyon-nagyon szép, nézd meg, hogy ilyen lehet egy szoba vele, szép életű, ez megint csak nem fénylik ennyire, inkább a szobaképet nézd, az, az, elég élethű lett. Itt még mindig a, ezt az elmosódott mintát, ami ugye mattabb lesz, ez fekete, és a szép égetett fa. A vöröses téglaminta, Fehéret, szintén egy vöröses betont, szürke betont és a chevron mintát ajánlja hozzá. A következő egy nagyon szép halvány szürke lambéria Ezt akár egy lányszobába is simán el tudom képzelni. A kiegészítői, ezekkel tudod variálni, ugye, hogyha nem akarsz túl sok mintát berakni. Gyönyörű, szép ez a zöld, nagyon hatásos tud lenni. A katalógus minden tapétája flíz alapú, tehát nagyon könnyen és szépen lehet felrakni. És egy ilyen nagyon kemény, kicsit érdes felülete van, ami viszont biztosítja azt, hogy nagyon szépen tisztítható, hogyha valami szennyeződés érné. Itt drop színeket láthatsz. És akkor a végére maradt még újra a 3D hatású léces, amit megmutatok neked vízszintesen felrakva, és függőlegesen is. Hogyha maradt még kérdésed, akkor nyugodtan tedd fel nekünk a tapét is valamelyik elérhetőségén.